Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Kádárt a határából. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a vasárnap délelőttön leforgatok néktek egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót, amit itt Kádártán fogok néktek rögzíteni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek, majd Kádárta területén. És most tulajdonképpen, mivel olyan hú de sok mondani valóm nincsen, így hát lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb videóba, így hát ha gondoljátok, akkor tartsatok velem Fricivel most ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor lassacskán jöjjön hát a videó. Hát valójában ez egy újabb sétálós videó lesz, ahogy tőlem ezt megszokhattátok, hisz az én csatornámon csak ilyen videók vannak többségében, ilyen spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videók. Ez is egy ilyen lesz konkrétan, és ezt a videót most ezúttal itt Kádártán fogom néktek rögzíteni. Tartsatok velem Fricivel, most jöjjön hát a videó, tartsatok velem! Nos, lányok és fiúk, amit láthassátok, itt vagyok Kádárta határában. Hát Kádárta konkrétan arrafelé van, tehát Kádárta az teljesen egyértelműen ő arrafelé van. És egy kicsit meg is mutatom néktek a közvetlen környezetet, hogy hogy is néz ki. Ott van egy újházcentrum, és akkor így néz ki a közvetlen környezet. Konkrétan, hát itt vagyok konkrétan Kádártának a határában, a hajdani 82-es számú főútnak a aszfalt darabján, mert konkrétan ez az aszfalt darab, ami itt látható, ez konkrétan a hajdani 82-es számú főútnak a aszfalt csíkja, de ugye a 82-es út konkrétan ugye ott halad kint, ahol ugye az autók elhaladnak, tehát az ott maga a 82-es számú főút, arrafelé van Veszprém, tehát Veszprém az teljesen egyértelműen arrafelé van, tehát konkrétan Veszprém az abba az irányba van, én pedig ugye onnan érkeztem, Veszprémből, és akkor így néz ki a közvetlen környezet, itt van egy buszmegálló, a Kádártai bekötőúti buszmegálló látható ottan, ez a 23-as helyi járatnak a egyik buszmegállója, és akkor szépen lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb videóba, ebbe az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóba. És akkor szépen elindulunk arra befelé, majd Kádárta felé, mert Kádárta ugye az arra felé van, és én most arra felé fogok konkrétan elindulni. Lányok és fiúk, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Csak szerintem előbb, még mielőtt elindulnánk ebből a sétával, a kamerát rádugom a töltőre, nehogy nekem itt út közben lemerüljön. Na, kamera rá van dugva az akubankra, úgyhogy szépen el is indulunk arra befelé, Kádárta felé. Na, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már el is indultam befelé, Kádárta felé. Hát amúgy a tegnapi napon már jártam itten, tehát a tegnapi napon én már készítettem videókat, méghozzá két darab spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót készítettem el én a tegnapi napon, amikor is tudnélik szombat volt, mivel ma már ugye vasárnap van, amikor ez a videó készül. Pontos idő és dátum folyamatosan ott látható a kijelzőnek a aljában. És akkor szépen elindulunk befelé, Kádárta felé elindulunk befelé gyalogszerrel, hát hogy máshogy, csak gyalogszerrel szoktam én általában közlekedni, lábbusszal, és akkor szépen haladunk befelé, Kádárta felé, konkrétan, és majd nem sokára meg is fogom nektek tudni mutatni a táblát, hogy Veszprém Kádárta, mert majd itt lesz, errefelé, és akkor szépen elindulunk itt befelé, Kádártára, magába a faluba, mivel Kádárta valamikor régen egy független falu volt Veszprémtől, ugye most egy Veszprémnek ugye valójában a külvárosa. Közben arrafelé van valami major,
Tehát arrafelé meg van valami major abba az irányba. Arrafelé van valami major. És akkor haladunk tovább. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen Veszprém Kádártához megérkeztünk. Konkrétan, hát most tényleg itt vagyunk, Veszprém Kádártán. És akkor szépen elindulunk majd befelé Kádárta felé. Hát a tegnapi napon ugye már jártam ittem, és arról van is videó a csatornámon, csak akkor ugye nem sétáltam végig Kádártát. Legalábbis a videóban nem sétáltam végig. Most meg majd végig fogom sétálni. Ebben a videóban, meg szerintem a következő videóban is. Tehát végig fogom Kádártát sétálni teljes egészében. Hát nem olyan nagy vasszizdasz maga ez a Kádárta, tehát egy elég kis településrész konkrétan. Hát most már úgy mondom, hogy településrész, mert valójában ez a Kádárta konkrétan Veszprém városának a úgymond része tulajdonképpen. Úgymond elővárosa, vagy hogy is fogalmazzak, külvárosa, tehát mindegy. Na, hiányok és fiúk, és akkor szépen haladunk befelé, arra Kádárta felé. És akkor mindjárt meg is mutatom néktek a táblát, mert már itt van, tőlem jobbra, tehát ott van. Tehát ott van maga a tábla, hogy Veszprém Kádárta, oda azon ír, hogy Veszprém Kádárta konkrétan. És akkor ez pedig itt már itt arrafelé Kádárta tulajdonképpen, ami arrafelé van. És akkor megmutatom közelebbről ezt a táblát, hogy ki is tudjátok olvasni, hogy tényleg elhiggyétek, hogy itt vagyok. Hát íme, lányok és fiúk, amit láthassátok, itt vagyok Veszprém Kádártán. Hát ez ennél egyértelmű bizonyíték szerintem nem is kell, mint hogy ezt a táblát itt most elolvassátok, és ez teljesen egyértelműen az van írva, hogy Veszprém Kádárta. Na, jányok és fiúk, akkor itt vagyunk Veszprém Kádártán, és akkor szépen haladunk is tovább ebben a sétával tulajdonképpen itt Veszprém Kádárta területén. Tartsatok velem a továbbiakban is, hogy jöjjön hát a folytatás, lányok és fiúk, és akkor haladunk tovább befelé Veszprém Kádárta felé konkrétan. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen folytassunk is tovább a sétát arra befelé. És akkor visszalejövök ide az útra tulajdonképpen. És akkor szépen haladok is tovább ebben a sétával itt Veszprém Kádárta területén. Hát jányok és fiúk, hát nem olyan nagy valami eresztés ez a Veszprém Kádárta, tehát semmi érdekesség nincs itten, mert tényleg semmi érdekesség nincs itten. Ugye én ezt most már simán kimerem jelenteni, mert már ugye nem ez az első alkalom, hogy itt bóklászok, és szerintem nem is az utolsó konkrétan. És akkor szépen haladunk befelé Veszprém Kádárta felé, befelé a úgymond városrész felé, vagy falu felé, vagy hogy is fogalmazzam, tehát nem is tudom, hogy fogalmazzam. Na, jányok és fiúk, na a lényeg az, hogy itt vagyunk Kádártán. És ugye a tegnapi napon ugye végül is ott fejeztem be a tegnapi sétát, tehát a tegnapi sétát konkrétan azon a helyszínen fejeztem be, ami ott látható. Tehát konkrétan ott fejeztem be ugye a tegnapi sétát. Hát a mai napon egy kicsit azért tovább fogunk haladni a sétával itt Kádárta területén. Tehát a mai napon tovább fogunk haladni, nem csak idáig a falu elejéig, vagy Kádárta elejéig. Na, ugye a tegnapi napon ugye konkrétan csak idáig jutottam el, legalábbis videóban a tegnapi napon idáig jutottam el, addig a helyszínig, ami ott látszik a háttérbe. Tehát itt fejeztem be ugye a tegnapi videót. A tegnapi videót azt itt fejeztem be, meg a tegnapi sétát. Így hát most haladunk tovább, befelé Kádárta felé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor szépen elindulunk befelé Kádártára konkrétan. Hát, hogy mondottam, semmi érdekesség nincs itten, itt Kádártán, tehát ezt én bátran kimerem jelenteni, mert ugye több alkalommal is voltam már itt, mert tényleg már több alkalommal is voltam itt Kádártán, és tényleg semmi extra nincs itten, tehát ne várjatok itt most semmi olyasmit, hogy itt most valami extrát fogtok majd látni,
csak egy sima, olyan, mintha egy sima faluban sétálnánk konkrétan, mert tényleg konkrétan olyan, mintha csak egy sima faluban sétálnánk tulajdonképpen, olyan ez a Kádárta. Legalábbis nekem az jön le, hogy olyan, mintha tényleg egy faluba sétálnénk konkrétan, mert tényleg semmi érdekesség nincs itten. Csak hát ugye, ha már itt vagyok, akkor erről is már rakjak össze némi videót, ha már itt vagyok Kádártán, hisz erről még úgy sincs igazándiból videó a csatornámom. Csak át kéne szerintem mennem az út túloldalára, hogy azért a forgalommal szembe gyalogoljak, tehát azért legyünk már szabályosak, még itt faluhelyen is. Na, és akkor szépen haladunk is tovább, itt a Kádártának ez az úgymond fő utcája tulajdonképpen, ahol most éppen bóklászok. Tehát ez itt ugye valójából Kádártának a úgymond fő utcája. Hát ahogy mondottam, tehát semmi extrát ne várjatok konkrétan, mert tényleg semmi extra nincs itten. Tehát egy olyan, mintha konkrétan tényleg egy faluba bóklásznánk, egy teljesen szokványos faluba, csak itt azzal a különbséggel, hogy azért Kádárta ugye, akárhogy is nézzünk, ez ugye Veszprém városának a úgymond külvárosa konkrétan, de azon kívül tényleg, tehát olyan, mintha egy faluba volnánk. Lehet, hogy valamikor régen, nagyon régen, nyilván sok-sok évvel ezelőtt, nyilván akkor ez egy független falu volt, tehát egy külön önkormányzattal rendelkező, vagy tanács elnökséggel rendelkező falu lehetett, ez valamikor nagyon régen, de szerintem az nem mostanában volt, ha jobban át belegondolok, mert ahogy mondottam, ugye ez a Kádárta konkrétan ugye Veszprém városához tartozik önkormányzatilag, tehát ez tény és való. És akkor szépen haladunk is tovább, és itt van a 23-as busznak a első megállóhelye, itt Kádárta területén. Tehát konkrétan itt van a 23-as busznak az első megállóhelye, ami Kádárta területén található. Hát azt hiszem, várjunk, hogy is van. Egy, kettő, három vagy négy busz megállója van itt a 23-as busznak itt Kádárta területén. Azt hiszem három vagy négy megállója van itt a 23-as busznak, ugye a 23-as helyi járatról beszélünk, ugye Veszprém városában, és ugye itt van szemben, ahogy mondottam, ugye itt van az első busz megálló, ami itt Kádártán megtalálható. És akkor szépen haladunk is tovább ebben a sétával tulajdonképpen, itt Kádártának a úgymond főutcáján, mert valójában ez Kádártának ugye a főutcája, ahol most éppen bóklászok. Csak ugye az autót elengedem, mert azért van itt némi forgalom is, mert ahogy mondottam, ugye ez Kádártának az úgymond főutcája, ahol most éppen bóklászok. És akkor haladunk is tovább. Csak ugye elengedtem ezt az autót, amit jött szemből. Hát amúgy van járda is, csak szerintem így többet lehet látni magából a főutcából. Közben a református templomnál elkezdtek beharangozni misére, konkrétan. És akkor haladunk is mindjárt tovább, csak elengedem ezt az autót. És akkor haladunk is tovább ebből a sétával, itt Kádárta területén. Közben a református templomnál beharangoznak misére, ahogy mondottam az előzőjekben, mert a református templom már ott látható a háttérbe, tehát az ott maga a kádártai református templom. Ugye most harangoznak be Isten tiszteletre, mert ugye a reformátusoknál Isten tisztelet van, nem pedig mise, mint a katolikusoknál, tehát az Isten tiszteletre harangoznak be. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk tovább. Itt Kádárta területén, Veszprém Kádárta területén. Akkor szépen haladunk befelé, a falunak a úgymond központi része felé. Mert majd itt lesz a falunak az úgymond központi része. Hát az se valami nagy hú de nagy látványosság. Mindössze annyiból áll itt a falu központ, hogy van egy kóposbolt, meg van egy posta, meg egy virágüzlet, azt hiszem. És ennyi a falu központ itt Kádártán. Falu központ, hát jó, hát úgy mondom, hogy falu központ, mert
legyünk őszinték, tehát ez a Kádárta, ez engemet teljesen egyértelműen egy olyan, mintha egy faluba sétálnánk konkrétan. Hát ezt nézzétek, tehát ez kimondott falusi utcakép konkrétan, ami itt látható. Tehát ez ugye Kádárta konkrétan. Tehát tényleg ez a kimondott falusi utcakép látható tulajdonképpen. És akkor szépen haladunk tovább. Hát lehet, hogy jobban járok, ha bemegyek a járdára végül is. Csak szerint, de jobb volna itt az úton maradni, mert azért így jobban átlátszik a Kádártának a fő utcája. Akkor szépen haladunk tovább. Itt Kádárta területén. És itt van egy érdekes házikó. Tehát ez. Hát ez a házikó, ami itt van, ami itt látható, amit most mutatok néktek, ez 1850-ben épült, mert ott oda van írva, hogy 1850, és SI a monogram, tehát valószínűleg valami SI nevezetű ember építette ezt a házat, ezt a házikót még 1850-ben, mert abba a körbe, ami ott fönt látszik, abba konkrétan az látszik, mint ti nem lássátok, de én látom, hogy 1850 SI, tehát ő akkor épült ez a házikó konkrétan, ami itt látható. Íme. Tehát íme ez a kis házikó. És oda tényleg az van írva, hogy 1850. Tehát jó régi házikóról beszélünk. És akkor szépen haladunk is tovább. Közben itt a harangot megpróbálom túl kiabálni, a református templomnak a harangját, de eléggé esélytelen. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk tovább itt Kádárta területén. És ugye ott van szembe a református templom. Tehát ott van szembe a református templom. Épp most harangoznak be Isten tiszteletre. Hát elég nehézkes túl kiabálnom a harangot. Tehát szinte esélytelen, hogy túl kiabáljam. Na, jányok és fiúk, és akkor egy kicsit bejövünk ide a járdára. Ha már itt van ez a kis járda darab. Hát síme, hát lányok és fiúk, itt vagyunk Kádártának a központi részében tulajdonképpen. Hát eléggé jó húzzák a harangot. Íme ott van a református templom. És akkor szépen haladunk is tovább arrafelé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Hát megpróbálom túl kiabálni a harangot, de lehetetlen. Na, jányok és fiúk. Gyerekek, azt hiszem elhallgat végre a harang. Hát gyerekek, most már nem kell nagyon kiabálgatnom. Na, és akkor szépen lecsendesedett a harang. Íme, itt vagyunk a kádártai református templom előtt, konkrétan. Íme, ez itt maga a kádártai református templom, ami itt látható. És valójában ez már Kádártának az úgymond falu központi része, ahol most éppen bóklászok. Tehát ez már valójában a úgymond falu központi része Kádártának. Hát az időjárás az egy kicsit borongós, meg szeles is. A szélzai elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől. Tudom, hogy nem a legszebb időt fogtam ki megint a videózásra, de hát az én formám ez már csak ilyen, hogy mindig ilyen nem valami szép időt fogok ki. És akkor szépen haladunk tovább itt Kádártának a területén méghozzá. Én a továbbiabban arrafelé fogok haladni, itt Kádárta területén. Haladunk szépen a vasúti megállóhely felé, konkrétan, ahol ugye már rengeteg spotting videót készítettem ottan, vonat spotting videót, tehát ott már baromi sok vonat spotting videót készítettem,
a kádártai vasúti megállóhelyen, például a tegnapi napon is, meg ugye a múlt héten is, azt hiszem kedden. És akkor haladunk tovább, itt Kádárta területén tulajdonképpen, mert ez ugye itt Kádárta konkrétan, ahol most éppen én bóklászok. Hát valójában tényleg teljesen falusi feelingje van neki, konkrétan ennek a Kádártának, mert tényleg tiszta falusi feeling az egész. Csak az emlékeztet arra, hogy mégiscsak Veszprémhez tartozik ez a Kádárta, hogy ugye itt van a 23-as busznak például, itt is van egy megállóhelye. Tehát konkrétan a 23-as busznak ugye itt is van egy megállóhelye, itt Kádártának a központjában, és ez valójában itt Kádártának az úgymond központja. Ugye itt van a virágbolt, tehát ott van ugye a virágbolt, tehát ott látható a virágbolt, és ez pedig itt ugye a főutcája Kádártának, és itt, ha egy kicsit tovább fordulok, itt látható az a kóbbolt, amiről én már beszéltem az előzőjekben, tehát konkrétan itt van a kóbbolt, tehát itt látható maga a kóbbolt, ami Kádártának szerintem az egyetlen egy boltja, maradjunk ennyibe, ami most éppen zárva van, mert itt vasárnap úgy látom zárva van a bolt, konkrétan, és ugye ez pedig itt a kádártai kóposbolt, ami itt szembe látható, és akkor egy kicsit körülnézünk, mutatunk egy kis körképet is. Hát én ugye konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát arra felé van Veszprém, én konkrétan abból az irányból érkezek, tehát én konkrétan onnan jövök, arról jövök, tehát konkrétan abból az irányból érkezek, arra felé van teljesen egyértelműen Veszprém, tehát az teljesen egyértelműen arra felé van, és ugye itt vagyunk a református templomon túlmán, ugye a református templom az ott van, tehát a református templom az konkrétan ott van a fák mögött, tehát konkrétan ott van a református templom, és akkor ennyi körülbelül Kádártának a úgymond központi része, tehát az úgymond falu központi része, és ugye itt van szembe ez az egy darab kóposbolt konkrétan, amit szembe látható, és ennyi tulajdonképpen Kádártának az úgymond központi része, és ugye itt van a 23-as busznak, itt is van egy megállóhelye, konkrétan itt a falu központban, tehát íme, tehát itt is van ugye, amit láthassátok a 23-as busznak, ugye itt is van egy megállóhelye konkrétan, ami itt látható, és ugye itt van szembe ez a kóposbolt, ahol én a tegnapi napon jártam ott bent, tehát a tegnapi napon én jártam ott bent ebbe a kóposboltba, vettem egy fantát, mert ugye megszomjaztam, amikor tegnap erre felé járkáltam, és ugye tegnap ott vettem ott bent egy fantát, és akkor haladunk is tovább ebben a sétával tulajdonképpen itt Kádárta területén, haladunk tovább arra a vasúti megállóhely felé, tartsatok velem a továbbiabban is, ha gondoljátok, és akkor szépen haladunk is tovább tulajdonképpen itt Kádártának a területén konkrétan, és ugye itt visszakijövök ide a út mellé, ugye van most itt járda is, de szerintem itt így többet tudok mutatni Kádártából, hogyha itt az út szélén sétálok szabályosan a forgalommal szembe. Na, lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ebben a kis sétával itt Kádárta területén, konkrétan. És ahogy mondottam, ugye a vasúti megállóhely felé haladok éppen, tulajdonképpen. És ugye itt van szembe a posta is, tehát a posta az konkrétan az itt van szembe, tehát ez itt maga a posta épület, tehát ez itt maga a posta fiók, ami itt látható, ennek is csak ez a rácsos ablak, ahol van, tehát konkrétan az ott maga a posta hivatal, vagy a posta fiók, vagy hogy is fogalmazzak. Na, a lényeg az, hogy a posta az itt található Kádártán, tehát konkrétan a posta az itt van, és itt szembe, tehát a postával szemben, itt van egy ilyen kis térszerűség is, ilyen kis parkszerűség van itt, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát itt van egy ilyen kis parkszerűség is, és közben itt mutatok egy kádártai utcaképet, tehát ez is egy utca itt Kádártán, ami itt látható, ami most éppen itt előttem van, és akkor itt van íme, így néz ki Kádártának, itt van ez a kis, hát ez lehet szerintem a kis főtér konkrétan, tehát ez itt maga lehet Kádártának a kis főtere, ami konkrétan itt látható.
Na, hát amúgy milyen... Mi ez? Dévai Bíró Mátyás Park. Na, csak kimondom, hogy ez a Dévai Bíró Mátyás Park, ami ott látható szemben, tehát az. Tehát ez, az, ez itt ez a... Hát igen, ez a Dévai Bíró Mátyás Park. Hát jó, puskázok, mert én itt olvasom le az egyik tábláról, hogy mi is ennek a kis parknak a neve, mi is ennek a kis parknak a neve, ami itt látható. És akkor íme, lányok és fiúk, íme, itt vagyunk ugye Kádártán konkrétan, és hogy ott is lebeg ugye a lobog a nemzeti szín, a zászló, a magyar zászló, és akkor szépen haladunk is tovább, itt Kádárta területén, tartsatok velem a továbbiakban is, természetesen, köszönöm szépen, és szerintem ezt a sétát egy következő videóban fogom folytatni, hogy ezt a videót én szerintem egyelőre itt és most lezárom, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Én majd a továbbiakban arrafelé fogok haladni, hát az ellenfényén most elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, mert most pont abból az irányból süt a nap, amerre majd haladni fogok konkrétan, tehát én majd a továbbiakban arrafelé fogok haladni, de ez majd egy következő videónak a témája lesz, mivel ezt a videót ugye itt és most lezárom, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És én majd, ahogy mondottam az előzőekben, én majd a továbbiakban arrafelé fogok haladni, arrafelé a kádártai vasúti megállóhely felé, de ez majd egy következő videónak a témája lesz. És akkor megmutatom nektek még ezt a közvetlen környéket, hogy hogy is néz ki. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet. Ugye ide van írva, hogy Kádárta, ez itt valami, hát ebben csak annyi, oda csak annyi van írva, hogy Kádárta 2000, tehát Kádárta 2000, arra a körre csak ennyi van írva, semmi több. Hát lányok és fiúk, akkor itt vagyunk ugye Kádártának a úgymond kis főterén, ami ugye ez konkrétan, tehát ez Kádártának a kis főtere, ami itt látható. És akkor íme, így néz ki a közvetlen környezete ennek a kis parknak itt Kádártán. Itt van ugye a Malomkert utca, és ugye Veszprém az konkrétan arra felé van, én ugye abból az irányból jövök, tehát Veszprém az teljesen egyértelműen arra felé van, tehát konkrétan Veszprém arra felé van, én abból az irányból jövök, és itt szembe pedig itt látható a postafiók, tehát itt látható szemben a kádártai postafiók tulajdonképpen, tehát az ott szembe látható, tehát az ott maga a kádártai postafiók, ami ott szembe látható. És ahogy mondottam, ugye arról jövök, arra felé van Veszprém városa. És akkor szerintem egyelőre itt lezárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítettem Kádártának a területén. És akkor, ahogy mondottam, oda az van írva, hogy Kádárta 2000, tehát 2000-ben állították ezt a, hát ezt a szobrot, vagy nem is tudom, mi is akar ez lenni igazándiból, tehát ezt ugye 2000-ben állították. Hát lányok és fiúk, akkor egyelőre ennyi lett volna ez a videó, hamarosan jelentkezek újabb videóval, és fogom folytatni ezt a sétát egy következő videóban. Tartsatok velem majd a következő videóban is. Köszönöm szépen! És akkor lassacskán részemről egyelőre jöjjön hát a elköszönés tulajdonképpen, csak megkeresünk a megfelelő pozíciót, és akkor én majd a továbbiakban arrafelé fogok haladni, az ellenfényi elnézést, bocsánatot kérek mindenkitől, és akkor jöjjön hát részemről az elköszönés. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videó volt, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen, és hamarosan fogom folytatni ezt a sétát egy következő videóban, tartsatok velem a következő videóban is. Köszönöm szépen, mivel hogy ezt a videót én egyelőre itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket.
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen. Egyelőre ennyi lettem volna. Köszönöm szépen a figyelmet. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici Kádártáról. Sziasztok, és ne felejtjétek, hamarosan jelentkezek újabb videókkal, és fogom folytatni ezt a sétát természetesen egy következő videóban. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!